and bring out your participants for today's Casters match. Come on, ladies and gentlemen, North Carolina, let's give a round of applause for our casters and our captains, Kix and Intero. All right. Kix, you look like you just rolled out of bed this morning. I did. I put in no effort today. Woo! At all. This is you with no effort. It's quite nice, though. You got the nice shoes on. You got the robe and glasses. At the very, oh. Look at this guy. I wonder if that's a Pengu or a Fabian jersey, Kappa. It's my own. I was going to wear an NA jersey, so at least they'd be on this stage today. But I figured I got to go with the winners, so. Wow. Well, speaking of winners, Kix over here. How you doing, buddy? I'm okay. So today is a great day because not only do you get to come up here, play a game that you love, but also you get to take out your partner in crime here, potentially. Any words for your opponent? No. No words. Keeping it nice and sweet. Short and sweet. I like the sound of that. All right, well, let's go ahead and start the picks here. And I think we'll start first with the highest ranked player. So we got Kix. We'll start with you, buddy. I just picked something. All right, who you want? Flynn. All right, Flynn, come on down. Flynn, my man, come over here. All right, well, I like the jersey, you know, the feeling it at the very least. First pick, how does it feel? Hey, man, I'm the best piece of garbage on the stage. That's all I need to know. All right, not much follow-up I can have with that one, buddy. Go ahead and take your position. All right, Intero, it's now going to be your choice. Who do you got? Well, he might have the higher rank, but I'm going to grab the guy with the better hair. I'm going to go with Veli as my first pick. Oh, what a swerve. Veli, first pick for Team Intero. The man has the hair of an icon. Veli, I've known you for way too long. Your first pick, man, this is huge. I'm ready, man. So you know what? Kickstart made a mistake. Back in the days when I used to run rank, they used to call me Chocolate Thunder. I'm the best gold out there. They're not ready for me. The best gold out there, a.k.a. Chocolate Thunder. You know, I don't have anything else to add. Veli, go ahead and take your position. Chocolate Thunder. That was the thing that was said. All right, Kix, you gotta top that one, bud. Rams! Oh, okay. Man thinks he's an Adonis. I appreciate that. Rams, you're the second pick here, man. This team looking good so far. How do you feel about this lineup? It's looking pretty good, but the thing is there's a lot of haters out there that think they can take me down. But what they don't know is I'm the greatest. Did this guy just cut a promo on me? I'm sorry. Is this AEW or Rainbow Six? That's awesome. All right, well, Intero, now it's time for you to pick your second teammate. Well, I'll go with the man with the nicest eyes in all of Pro League, Stokes. Stokes, here he comes. The man looks like he could be the cover model for a generic men's magazine in the middle of Eastern Europe. Stokes, my friend. Second pick here, though. I'm kind of shocked that you're going second. That's all right. Tom Brady was, you know, drafted late as well. I understand. I get it. It's okay. And, you know, we got Flynn on the other team, too. I mean, he's my boy, but I got to put him in the dirt today. It's fine. It's good. And he literally just compared himself to Tom Brady. Let everyone settle that in your mind for a little bit. Okay, Kix, your turn. Who you got? The longest raving Emzo. Emzo! Here he comes. He's waiting. No wasted motion from this man. Emzo, man. This is looking like a good lineup here, man. Kix just keeps bringing the hits. What do you think about this team? What do you think about your opponents? I'm just glad I don't have to play with that USN trash because I don't want to get kicked for team killing every round. Wow. Okay. Does not want to play with the USN trash. His quote, not mine. All right, Emzo. Guys, give it up one more time for Emzo. Okay.
It's Tara. It's your pick now. Well, out of everybody left, I think it's you got to go with Guy. He only had one team from Latin America, and we only got one Latin America player, so let's bring him out. Here he comes. We got Gilly. Let's go. He's out from Latin America. A shining light. He's out, my friend. You're on the stage now. I'm liking what I'm seeing from the team. A lot of trash talk. How do you feel about this lineup? My team is the best ever, and I am the hope for Latin America region. He is the hope for Latin America. He's out, ladies and gentlemen. Go ahead, take your position. That's a big pickup there, Kix. How are you going to top it? Okayama. Okayama, it's about time we get some class on this stage. Okayama, my friend. Yes. You have a great team here. Yeah. Any words for your opponents? Okay, we will win. Okay, we will win. And that leaves only one player left here, unfortunately. But, and Tara, just go ahead and make it official. I'm gonna bring Blue and his clown shoes out to the stage, if that's okay. Here comes Blue! Oh, my word! Blue! What are those, man? These are the gaming shoes. The gaming shoes. GG's only, folks. GG's only. This is ridiculous. Blue, go ahead. Take your position. That is, I mean, look at the feet. Look at his shoes, everyone. Point and laugh. He spent like $1,000 on those. Okay. So now we have coaches to pick. We got two options here. Kix, who's the coach for your team? Kizoku. Kizoku! Whoa! Kizoku boss, ladies and gentlemen. Kizoku, go. Can I have a mic, okay? What happened? Can I have a mic, okay? 10 seconds. Go. Okay. Hello, America! Hello! Do you love Rainbow Six Siege? Yeah! And do you love me? Yeah! Woo! I love America too, yeah! Well, I don't know how you're going to top that. That was pretty cool. Okay, and let's make it official for your coach here. I'm going to bring out Gilly. Come on. Here comes Gilly. Let's do this. He's going to have the tall order of coaching this team. It's going to be... Hey, what's up, buddy? How you doing? Gilly, you got a really rough task ahead of you. Do you think that this is the team that could pull together a win here today? Of course it is, because our Tatsuki... Well, it's Paul Peek, Main Ash, Main Ella, and Lord Shanka. By the way, Kizoku, look at me. We will beat you. Oh, man. Come on, Kizoku. Wow, unbelievable stuff. Well, go ahead, take your position. Okay, a lot of things have transpired on this stage here, but folks, I think it's time to get started with our casters show match. The lineups have been set up. Give it a round of applause one more time for your casters as they take to the stage. Go ahead, folks, take to the stage. It's now time to start the action, and let's send it over to the studio with some... Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit az Esport 1 TV-n, a Magyar Esport TV-n. Elérkeztünk az elődöntők és egy elég érdekes showmatch napjához itt a Rally Majoron. Az én nevem Berci, itt van velem Adam B. Szia Berci, üdvözlöm én is a kedves nézőket. És ahogy láttátok, a Golden Boy, az idei hostunk felvezette nekünk azt, hogy melyik kasztereket fogjuk látni itt a showmatchen. Úgyhogy mi rendkívül várjuk, izgalmasnak tűnik. Caster showmatch még nem volt így soha a Majorok Invitational-ök történelmében. Hát a tavalyi Majoron játszottak már casterek, de nem full caster volt igen. A történet. De ez most egy nagyon különleges. Hívtak engem is, meg Ádámot is, de mondtuk, hogy jaj, nem alázzuk meg ilyenekkel magunkat, hogy
És tényleg Interó mellett egy asztalnál ülni, ne vicceljünk már. Is this a fucking joke or what? Úgyhogy nem mondtuk, hogy nem mi szolidan majd kasztolnánk inkább, ugye a rossz kaszterek kihullanak, és inkább lealacsonyodnak a játékosok szintjére, a jó kaszterek pedig továbbra is kaszterek maradnak, és kasztolni fogják a sztorit. Itt Zironic meg Golden Boy még beszélnek valami érdemtelen dologról, viszont ami nem érdemtelen, az a mai nap és a... hát a holnapi is, úgyhogy gyorsan nézzük meg a menetrendünket a mai és a holnapi napra. Tegnap lezajlott a, hát ugye a negyeddöntőknek a napja, ma pedig elérkeztünk ide. Showmatch, aztán Empire vs. Secret, utána Forze vs. G2 Esports. Holnap pedig, ami nagyon fontos, 17 órától jön majd a... ugye a streamerek kupája, amiben a következő úriemberek, illetve úri hölgyek fognak játszani. És aztán lesz ugye egy Operation Ember Rise leleplezés, majd a BO-t döntő végtelen overtime körrel. És hát Ádám, akkor nézzünk rá most az ágrajzra azután, hogy a meccseket és az időpontokat megnéztük. Igen, ugyebár aki tegnap is itt volt velünk, az követhette végig a Force Giants, SSG Secret, G2 TSM és Empire Face Clan mérkőzéseket. Nem tudom, kinek mennyire meglepetés a négy eredmény. Nekem egy kicsit az, megmondom őszintén, és láthatjuk, hogy valóban az első elődöntőre a Force G2 Esports, még a másodikra a Secret Empire összecsapás van írva, egyébként időrendi és sorrendben fordítva fognak következni a mérkőzések, úgyhogy ne lepődjetek meg ti sem, hogyha Secret Empire-rel kezdünk, és utána jön a Force G2, ahogy azt láthatátok is az időpontoknál, és aztán a két mérkőzés győztese jut el a holnapi nagy döntőbe, pontosan az Ember Rise új season leleplezése után. Igen, és ráadásul, amíg nézitek ezeket a kiváló mérkőzéseket, vagy akár a leleplezést, mi megajándékozunk titeket tulajdonképpen azért, hogy támogattok, itt vagytok és nézitek ezt a közvetítést. Felkiáltójel küldetés chatbe és értékes gamer headsetet nyerhettek az esport1.hu küldetésében. Ugye a főoldalon jobb oldalt van a Rainbow Six-es panel, arra menjetek rá, vegyétek fel a küldetést, és hát akkor győzzön, akinek a legtöbb szerencséje van. Tegyük fel, hogy ez így jó megfogalmazás, és akkor... hát a csármok ugyebár. Ádám, neked eddig hány csárm van meg? Mármint nem ingame, mert valószínűleg egy se, de mennyire gyűjtetted már össze? Hát ha jól számolom, akkor szilverig meg vagyok. Elvégre több mint 10 óránál tartott a tegnapi stream. Körülbelül 12 volt, ugyebár ezután jön még a 15 órás gold, 20 órás platinum és a 25 órás diamond. Az esemény megkoronázásaként valóban itt látjuk 1, 5 és 10 óra egyébként a copper, bronz és silver csármok. És a nézőnk egy jó részének is megvan már szerintem. Láttuk, ahogy tegnap rengetegen itt ültök és szurkoltok, illetve ma is folytatódik tovább. És láthatjuk, hogy a szakértői pultban két coach, illetve játékos az észak-amerikai régióból, Ranger, a Rogue coacha az, aki hoztolja gyakorlatilag. Aki miatt rossz volt a Rogue. Jazz megmondta, Pifki is rakták a pentából, semmi azóta Jazz rakták ki, nem Rogue, igen. Hát ugye Likan itt volt az SSG-vel a main stage-en. Hát maradjunk annyiban, hogy Canadian, nem? Bocs, csak úgy... csók, egy kicsit fuldoklom. Hát az EG hozta a formáját, semmi különös. Én nem tudom, hogy egyszerűen annyi jó játékost besűrítesz egy csapatba, mint az EG, és still nem nyernek semmit. Igen. És az a baj, hogy itt gondolhatnánk ilyen nagy kupákra, meg döntőkre, de tehát, hogy csoportot sem. Bár az egyébként, hogy őszintén legyünk, most fordult elő először, hogy a csoportkörben kiesett az Evil Geniuses, de valóban, és hát pont a képen látható úriember csapata a PlayStation Gaming verte el őket 2-0-ra, ugyebár a győztesek meccsén, ami az egyik legnagyobb meglepetése volt a Majornek, hiába egy nagyon jó, nagy potenciállal rendelkező csapat a PlayStation. Így van, hát szegény Canadian a következő nagy eseményig várhat. Reméljük, hogy ott majd az EG egy picit többet tud nyújtani. De egyébként innen ettől a pulttól talán tényleg Likan lehet a legboldogabb, mert Ranger is azért nyilván folyamatosan átalakulóban van a Rogue tulajdonképpen, de ennek ellenére mondhatjuk, hogy azért többet kéne nekik is nyújtaniuk.
Hát minden esetre meglátjuk, hogy mit fog nyújtani Team Intero a Team Kicks ellen. Kickstart nagyon régóta először látjuk játszani igazi, mármint ugye közvetített meccsen, mert nyilván azért néha streamelget, szóval ott igen, látjuk, igen. De most itt nem arra gondolok. Na, már csak egyetlen egy dolog van hátra, az pedig az, hogy levegyek Canadianék hangját a clean feedből. Hanem akkor igen, és aztán kezdődhet is a mérkőzés. Egyébként a nézőink közül nem tudom, hogy tudják-e, de Kickstar mielőtt Pro League caster lett, játszott a Pro League-ben 2 szezonon keresztül, és abszolút az egyik legjobb játékos volt, úgyhogy szerintem a casterek közül is, talán hogyha komolyan veszik, akkor ő fogja nyújtani a legjobb teljesítményt. A showmatchek nem kifejezetten arról híresek, hogy a legkomolyabban vennék a játékosok, de Kicksnek, aki például nézi a streamjeit, elég jó minőségű streameket is gyárt, az láthatja, hogy azért még mindig nem kopott ki a skill belőle. Blackbeard és Valkyrie kerül kizárásra, valamint egy Echo. Ez az utolsó, csak Echo az, aki egy tényleg mainstream bannolt operátor, a másik 3-at is szokták kizárni néha napján. De azért ők ritkábban távoznak el a játékból. Kanálon játszanak, jól láttam egyébként, nem figyeltem. Aha. És... vagy bank? Nem, kanál. A kanál lenne logikus, mert ugyebár jön holnap a Rivercurrent kanál bemutatása, és utána ki is szedik a játékból. Tavalyi Majoron is ugye búcsúztatták a régi Herfordot egy show meccsen. Hát reméljük, hogy akkor most még egyszer utoljára láthatjuk a régi kanált. Team Kicks kezd majd védőben, ha minden igaz. Megy a trash talk rendesen egyébként cseten, mármint nem a mi csetünkön, bár azért az sem. Az sem olyan valószínű, mert tegnap is azért voltak szép dolog, de... Intero, legenda. Hihetetlen. Szóval elkezdődik a mérkőzés, Team Intero vs Team Kicks. Gasszoljunk együtt Canadianékkel? Megtisztelő lenne. Ja, mert a Greenfieldről nem veszik le Canadian hangját. Hát, mindjárt szólok, hogy kéne intézni, de... akkor addig is Ádám tippeljél egy pazart, hogy melyik csapat fog nyerni, és ki fog először meghalni Spawn Peakben. Hát az a baj, hogy mivel ez egy olyan meccs lesz, ami be van állítva a döntetlen, akkor például biztosan döntetlen lesz, ahogy érzem, tehát ilyen tipikus show meccsesen, de hogyha valódi skill döntene, vagy ki hogy tud játszani, akkor én biztos vagyok benne, hogy a Kicksék csapata nyerne. Ugyanis Kickstar mellett Flynn is egy híresen profin játszó caster. Minden szezonban, ugye jól tudom, kifarmolja a Diamondot. Bár ezt rólad is elmondhatnánk. Hát hogyne, ha akarnám. Még a Team Intero-nál. Intero sem egy rossz játékos, de ő általában így kényelmesen megáll az ilyen gólteteje platalja színnél. A többi castert pedig annyira nem ismerem, hogy milyen szinten játszanak. Látjuk, hogy Intero készül a kis elit hibánájával arra, hogy kiugrik rá valaki. És meg is kapta az első adag sebzést Flint-től. És ott van a Spawn Peak, esik Valley. Hát a jó öreg Valley Cass, ugyebár Twitteren, kövessétek. Mondjuk a halálba azért ne. Tetőn van Stoax. Ez a Stoax-os kaja. A mester ezt is el fogja készíteni, reméljük, nem csak a toásosat, a Stoax-osat is. És Flint fejbe lövi az M762-es Assault Rifle-lel. Hát eddig nagyon mosolyog a Gilly, az MIBR coacha. Azt mondja Flynn good night, hát értem. Semmi gond. Intero koncentrál. Egyébként nagyon pacekba vágta magát. Stílus, szerénység, pacekság. Ez kell ide és ezt hozza is Intero. Egyelőre elég óvatosan közelítenek a nyugati csapatról az Intero csapat támadó játékosai. És Stokes egy újabb headshot-tal Okayama esik. Ő egy japán caster, ugyebár a japánok is itt vannak a helyszínen, akárcsak mint a franciák, a brazilok vagy a nemzetközi caster csapat. Emzó közben egy headshot-tal Stokesra, úgyhogy kiegyenlítik ismét a létszámot. Ennyike, Team Intero már is vezet, ójj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 j
kérdésért. Itt a flex.
Stoax-tól, és akkor itt mutatnám szolidan, hogy érkezünk konkrétan, hogyha már Interó pacekba vágta magát, nehogy már pont, ugyebár Magyarország második legjobb kaszterene legyen sapkában és valami szemüvegben. Sajnos TZ nem tudott itt lenni, úgyhogy megjönni Adam Beeve-vel az ötödik. Annyira éreztem, igen. Sajnos ez van. A replayer, hát hiába, Interó az Interó. Egyébként megmondom őszintén, hogy nekem a kedvenc külföldi kaszterem az Interó, nem pedig Kix, ezzel pedig valószínűleg a magyar közösség mágiára fog vetni, elégetni, és aztán a holttestemet Copper 4 aljáig ledobják. De nem is tudom egyébként, hogy miért. Valószínűleg azért, mert ő kanadai, és ezért rajta van ez az örök második szerep. Hát, mint rajtam, ugye, Adam Beeve mögött. And this is gonna get clipped, and it's gonna get taken out of context. Ismételten visszakapjuk a nemzetközi kasztereink hangját. Oh, Mazi second floor. Tényleg, figyelj, kasztolhatok Ranger-rel helyetted, tehát hogy nekem jó? Négyes kasztot tudunk Iridian-nel is. Így van, Ranger-rel. Sőt, ötöset. I don't play casual. Azt látod, nem játszik casual-t. Ezt sem mondhatja el magáról, mint ez a világbajnok játékossal tudott tegyük kasztolni egy súg meccset. Noo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 
Na, érkezik Blue, akinek úristen milyen cipője vannak. Ádám, mit tetsz? Nagyon. Hát ugye azért Lanon te is oda tetted, tehát nem arról van szó. Kis Crocs, meg minden. Na, tehát, hogy... Persze, papucsban az igazi. De Blue sem irigykedhet, vagy... A strandkatyámat nem találtam meg, pedig először az lett volna rajtam, de... Végül is be kell térjem a te farmeroddal. Kix was Jaeger, he was inside of a kitchen. He got monitor's window open. Yeah, they got banded as well. Nope. Ja nem, itt... I got it, reach drone. Itt nem a kasszereket halljuk, hanem we, ez a játékosoknak a kombja. Yeah, get you. If we can drone bridge, that'd be great. Yeah. Akkor viszont hallgass minket szerintem. Watch the storm. Hát most, hogy utalás, hogy pussoljak el. Igen. Kíváncsi vagyok, hogy... Hogy infúznak a kaszterek, mert ugye bár kaszter scantlay, ahogy tartja a jó öreg mondás. I think they're under, yeah. Infúzni lehet kéne tudjanak, ha már egyszer a pályát ismerik, meg elméletileg okosak is. Hát de ez olyan régi pálya, hogy ez még akkor volt pálya, amikor Kickstar játszott. Intero meg még 3 nézőnek kasztolt valami hulladék csatornán. Igen, egyébként az első év legvégén vették ki a kanált, mikor a második évelején érkezett helyére a coastline közben. Ó, oh, micsoda TK! Let's go! Flynn, előtte Vellit, így most hároman, hát három ellen, mondjuk így kicsit nehéz. Nem, ő még él? Aha. Egyébként... Nehéz így a szemüvegben, sorry. Hát még Interrónak milyen nehéz lehet játszani benne. Hát azért nem volt semmi. Team kill. Mi az szoktak publikálni játékosok közül is ilyen hang felvételeket fél percre. Aha. Best friends, bitter enemies. És Intero szétlövi Kickstart, így van. Mutasd meg, Fater. Jön a victory. És egyedül marad Stoax. Flynn, hogy merészeled? Fúj. Áruló. 1v3 van Stoax, Ádám vedd át, mert most én inkább a könnyeimet elmorzsolom. Na, Stoax egyenlőre a drónja felett veszi át az uralmat, egészen addig, ami okoljában már nem érkezik és ki nem lövi. Nagy ajándékfreget összeszedhet még esetleg, de nem sor rá senki. Ez pedig nem volt rossz fékelés, de végül is a doktor úr okoljában zárja le a kört, és ezzel egyenlíteni tud Kickstar csapata. Örülök. Hizokutót bírom egyébként, nagyon bírom. Aki, tehát vannak emberek, akik mondjuk teszem azt cirkuszban bohócok, ők pénzért csinálnak magukból hülyét. Kizokul csak úgy, mert ráér. Tehát nincs semmi gond ezzel. Kizokul így elutazik a világ minden pontjára magából hülyét csinálni. Ennyi. De legalább most majd az ázsiai lanon
Japánban lesz, ugye, mert Tokióban azt hiszem. Igen, 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 Tokióban jön a következő Pro League Finals. Hát ott a világ megy oda, hogy hülyét csináljon magából. Legalábbis biztos ezt reméli például a Norango. Bár ezen a Majoron gyengül a kettek. Azért kérdéses. Kérdéses, hogy Voka elvesztése után a Nora lesz-e még valaha régi. Az a Nora, amit például láthatunk Invitational-on, vagy az azt követő, nem pardon, az azt megelőző Pro League Finals-on. Emzó GG-t ír egy-egy nő, úristen ki ez? És miért fizetnek neki akasztolásért? Úristen, de egyébként a gárda. Rendes ESL szabályok vannak, 7-körös lesz ez a meccs is, gondolom. Show meccsek úgy szoktak menni általában. Hát bannok is voltak, meg minden megy a tryhard, rendesen szóval. Interrodni, pakolgatja le a drótjait lépcsőre. Kicks mellett ahogy... kiül Emzó. Lehet, hogy később odébb fog ülni. Emzó egy kicsit egy érdekes figura. Mondjuk igazából mindenki. Mondta a borsodi csóka nem szemüvegben kaszolva, és... semmi gond, semmi gond. Interrovára most szépen végig a falakat, ami szájtot védik. Nem is, de hozott Richard a X-card, de ahogy látom, meg tesört is hozzá. Hát ez így az ilyen kezdő óvis rankesrat. Én is még életemben először mentem el rankedozni. Egy 80-as szintű tapasztalt úriember azonnal ülkezte az okítás, hogy tesört ármájt, és akkor minden támadókört megnyerünk. Ez az egyik első számú szabály, most ebben bízik valószínűleg X-card csapata is. Aki egyébként maga a kapitány megszerezte kapitával a meccs entry fragjét. Úristen, a kapitány kapitánnyal van. Na jó. Hát látod. Na jó. Hát interújat nem tud csinálni. Lebendi trükközi. Ki ez? Hát trollik be ezzel az emberrel. Ugye ahogyan korábban mondtam, ez az ember miért kasztolja? Miért nem játssza a Rainbow Six-et? Hiába. Na ez a második már nem fog sikerülni, sőt lehet meg is, nem hal meg. Hát úgy gyorsan túlad arra. Hát Flynn esélye nem volt szegény interrúnak. Ez a peak-kel szemben. Egyébként... Mondjad? Azon töprengtem, hogy Flynn vajon le fogja TK-zni Emzót egy párszor, amiért vissza kellett térni Emzónak a Pro League-be, és ezért Flynn ugye nem maradhatott a pozíciójában, mint megtisztelő negyedik Pro League caster. X-Star ablakot nyit. Én arra lennék kíváncsi, hogy a mi Rainbow Six hús chatünk tud-e kitalálni valami jó fantázia nevet a Team Intero-nak meg a Team Kicks-nek, mert ez annyira basic, hogy Team Intero meg Team Kicks, hogy mindjárt leveszem a clean feedet. Blue elővi Kicks-et 1v1 Emzóval szemben. Gyerünk Blue, te vagy a jó. A Dreamhack-en volt először Rainbow Six adáson, még azt hiszem a Svédországin, már akkor is legenda volt, és a legendák a Team Intero-ban játszanak. Mondjam azt, hogy az Intero gangben. Ajjaj. A Team Kicks mondjuk az lehet a Sidekicks, tehát hogy a két szubnév egyébként, az már jobb lenne, mint ez a Team cucc. Hát ugye, mint amikor custom game van GIF-en, akkor ilyen kis kutyák vs macskák, meg ilyenek. Tehát hogy ez egy Team Intero. Na mindegy, próbálok tovább lépni, csak nehéz, ez egy törés most a... Nem elég, hogy gyerekszobám nem volt, még ez is. 15 másodpercet lassacskán, ennyi? Nem akar törést okozni a drótnak. Fejbe is lövi. Internet, jaj. Jaj, bocsánat, ettől kiújult a tüdőembólián. Ádám. Na, Team Kickshez most te mondjál valami szépet. Húha. Meg kéne erőltessem a fantáziámat. Enzo azt mondja, don't wanna make you look bad. Milyen kedves és előzékeny tőle. Maradjon így. Lion pick-kel show meccsen. Úristen. Tudod, mi lenne a jó, Ádám, hogyha mondjuk M-neb, következő M-neben, az mondjuk azt pakolgatott. Az igen. Okayamára, Veli. Fél pixel kilógott pont a támadóján, de most következő M-neben mondjuk lenne egy Team Berci, vs Team Eden B. Tényleg? Kit raknál bele? Hú. Határozzuk már meg, hogy kiket lehet hívni, hogy legyen egy koszter még, nem tudom, hát, két játékos, meg egy coach, vagy hogy. Ja, legyen ilyen. Na, hát, válasz Kostert magad jó, mellé. Hát én azt mondom, hogy Leszky mindenképp jönne, mert ő chase-ni tud, R6-azni nem, de majdnem ugyanolyan, csak itt jobb a grafika.
aztán... Ja, na, mi van hozzá, nem? Utána... mondjuk tegyük fel, hívnám Faut hallgatózni, látni nem látna, de infózna hang alapján. Két játékos, egyik lenne Popetta a régi boostok emlékére, másik meg, nem tudom, lenne mondjuk Doggy Father, mert ő meg csak simán ott tryhardolgatna és lehozná az egészet. Akkor ennyi vagyok. Kastert kell választanak magamnak, hát lehet, hogy Bonderit mondanám. Közben látjuk, hogy... Ajjaj. Szegény játékosok kiestek a játékból. Egy kis technical break ismételten, de nem baj, mi ehhez már hozzá vagyunk szokva. Tegnap a Face Clan Empire mérkőzésen kettő ilyen is megszakította a játékot. 10 perc alatt mondjuk 8 percet állt a játék emiatt. Igen, de a Kizoku, ezt kell csinálni így. Régen volt ez az EG-nek, nem az volt, hogy hanem az, hogy just a big. Ezt csinált a Canadian, két hónapig aztán visszatért a Wu-hoz. Kizoku legenda vagy. Közben látom, cseten ajánlották, hogy Picibert tennék be a csapatba. Júj, ugyan már, ugyan. Nem tudom, hogy Picibert amúgy mennyit elhatozott, vagy elhatozott-e valaha. De igazából nem kell, mert látjuk, még egy Major-ön is lehet játszani, úgyhogy ha az embernek 6 órája van a játékban, például Kizoku ott pont tudna erről mesélni a háttérben. Százas a csóka, mondjuk Intero meg nem százas. Tehát, hogy opa, can you do this? Én nem, sajnos. Nekem is olyan a székem, hogy csak eddig hajlik hátra. Igazából nem akarok nagyon sokáig hátra hajlani, mert végén még leverem a hátterünket. Na, hát meddig van már szünet? Hát elmegyek azt. Egy kicsit rámelegítek erre a penne tésztára, amit nem dégettem, csak már kihűlt. Ilyen show meccseket kell kasztolni, érted? Azt tehetnék is. Mi történt? Így van. Igazából a coach választásra már egy kicsit bajban vagyok, visszatérve a csapatra, mert így FAU-on kívül van magyar coach. Of course. Michael Kors. Let's see. Nem tudom. Mondjuk... Daddy ő menedzser, nem coach, ugye? Meg Kaster, meg minden más. De Daddy-t már beválasztottam Kasternek, úgyhogy most már nem lőhetem el még coachnak is. Kiválasztja Daddy-t Kasternek. Outplay-elem a helyzetet, és akkor TZ-t hívom Kasternek, vagy igen, és akkor Daddy jöhet, mint coach. És akkor kettő játékost kell választak, hogy állunk? Hát úgy állunk, hogy... Most úriember, ő analiszt egyébként. Tehát nagyjából annyira coach, mint Daddy, legalábbis így technikailag egyébként meg lehet. Egy titánosat válasszál, Ádám. Ja, jó van. Igen, csak ő ugye analiszt, de ezt ráfoghatjuk, hogy coach. Akkor jöjjön ő meg, Daddy. Nem baj, most már egyszer említettem TZ-t, akkor jöjjön ő is, akkor csak egy játékos tudok hívni. Hát az a baj, hogy felsoroltam 4 olyan személyt, akinek nem perfekt az aimja, és így nem lő meppenként 20-at, úgyhogy egy olyan választás kell, aki meppenként lő 20-at, úgyhogy strike-ot mondom szerintem 5. tagnak. Jó választás, jó választás. Következő emneben, akkor összecsapunk így döntő előtt egy ilyen show meccsen. Uh-huh. Lesz következő emneb? Garantáltan. Oh, well played. Következő V4 R6 szekcióján összecsapunk majd így. Ja, hogy igen, majd a 2020-as V4-en, igen, amikor majd nem Battle Royale játék lesz a csémel. Mi van? Fáj az életem ilyenkor, amikor elgondolok, hogy Fortnite van a V4-en. Na mindegy, ez az én gondom. Igen, itt közben indul a... Vagy nem indul, Ádám? Mindenki telefonozik. Most előkapták a telefont, igen. Jó, hogy előkapták a telefont. Srácok, Instagramon tegyetek fel képeket, sztoriba, ahogyan nézitek ezt az adást. Tegeljetek meg akár engem, akár az Esport egyet, akár Eden Beat, de mondjuk... Főleg engem. Ő is talán az nincsen annyira felfuttatva, nem mintha az enyém annyira fel lenne. Ilyen kukacjel, esport 1, vagy kukacjel és B3RC1 alsóvonal. És hogyha valami nagyon kreatívat találtok ki, hogy hogyan nézitek, nem tudom, mondjuk bungee jumping közben, vagy víz alatt, vagy szaunában, és éppen ültök a forró köveken, akkor azokat, legjobbakat megosztom sztoriban, meg az esport 1 is, amit ugyanúgy én fogom megosztani, csak másikakról. Látjuk a nézőközönséget, elevét mezek tűnnek fel a háttérben. Tegnap GOA-k összeültek egy jó kis elevétet felidéző fényképre. Ott volt rajta ugyebár Easily is, meg Skies például. Hát szegény England nem, mert ő most így a Challenger League-ben szenved, ha még szenved. Bár lehet igazából neki is már ki van minden az egésszel. Na jó öreg elevét egyébként visszatért. Milyen testrészekre gondolsz, Ádám? A cilindere például, ja, hozzá igen, az hozzá nőtt a testéhez. Igen, úriembereknek a cilinder az, várjál.
Tetszik ez már. Azt mondja, hogy... Au! Csókolom. Ennyi. Van kérdés? Nincs kérdés. Hamarosan elérhető a Gaming is Fun cilinder. Nem ilyen kis papír izé lesz, ilyen bűvész cilinder. Nem. Rendes anyagból, textil, sejem cilinder, I tell you. Oké? És nagyon olcsó lesz, 20 000 forint per koponya. Az még egész jó. Hát bizony, Kasztorek játéka továbbra is áll. Akkor így már kezdem megérteni, hogy miért számoltak rá több mint másfél órát egy egyébként maximum 60 percig húzható mepre. Hoppá! Nem ma kezdte? Kicsoda ez a neveletlen? Az Kickstar. Úr, na jó. Kellemesbe vágtam, kényelmesbe vágtam magát. Eddig az övé volt, de így egy úriember nem játszhat. Lehet, hogy így Kasztol? Hát, szörny. Lehet. Ők elég kényelmetlen lett, mert ugye igazából ők szerintem elég szűkösen vannak annál az asztalnál, ahol szokott folyni a Prolik azt a távoli Katowice-ben. Hát mondjuk közel van, mint Rally. De igen, távoli. Nekik nem. Hát, ugyebár. Most azért, ugyanaz előtt a nézősor előtt másodjára is végigviszik a kamerát így egy perc alatt. Hát ugye, itt hát, olyan sok nézőre nem hozzák a showt, ha már egyszer kaszterek nem játszanak. Mondjuk 20-szor annyi pénzből csináltak egy csak kétszer olyan jó MNAP Finals-t. Tehát, hogy így nem akarom oltogatni a Ubisoftot, de azért... Na, tehát van egy szint. Nem tudom, a párizsi jobb volt, maradjunk ennyiben. Sonka se rossz, de a párizsi volt a legjobb eddig. Na, indul a mérkőzés, mi fog történni? No way! És ez no most way. Egy BO3, jól látom? Jaj, ne! Úgy értem, hogy igen, BO3! Leveszem a sapkát, mert három mappon keresztül nyomni fogja a fejemet. Őristen beégő. Három map kasztereke pazarolni. Jó, mindegy. Végülis. Ha ez kell a népnek a cirkusz és kenyér mellé, akkor megadjuk nekik. Na hát akkor, ahogy látom, indulhat lassan a negyedik köre a mérkőzésnek. Sajtot egyelőre nem látunk, hogy mit pikkelnek a védőjátékosok, de majd hamarosan. Na. Kérjük a képet, köszönjük. Hannibal's Emzo, igen. Ahelyett, hogy nem mondom azt, hogy mondtam ezt az előbb, de mondtam az előbb. Na, de nézd meg, ilyet sem láttál még. Egy csapatban Tachanka és Kavajra egyszerre. Legalábbis egy major színpadon fogadjunk, nem láttál még ilyet. Nem, azt hiszem. Mondjuk a tavain... Hát, valószínűleg. Hogyha, egyébként milyen interrogációm volt tegnap Astrótól? Hát... Azt hittem, hogy a show meccset áttették tegnapra. Nagyon komoly volt az úriember. Na, akkor itt van ez a Gizda. Team Kicks ez csapata, meg egy ilyen elsőves metát idéző csapattal érkezik, ahogy látom. Na, most a köteketnék azt mondanám, hogy az első évben nem volt Proligban hibana. Úristen, mit pakol! Leave him pedig alone. Volt. He's already úgyhogy dead. Hiába kötekednél. Akkor nem az első év utolsó season reveal-jén mutatták be a hibanát? Nem. Mert az első, nem. Az első, nem. Az az Invitational volt az első év lezárása, Berci. No, kérlek no. Szépen. Ugyan, de az nem Pro League. De hogyan ide a Pro League? Azt mondom, ez az első éves meta az első év utolsó szezonjában hibána már rendelkezésre. Ja, hogy te ilyen DLC-s években gondolkodsz. Na látod, ezért vagy csak a hatodik legjobb coach Magyarországon. Coach LOL. Mondjuk abban a második vagy. Hát látod, ha akarok, azt meg is lehetnek akár. One in the hallway. Someone covering? Yeah. Alright, we got one in the hallway. Kickstar szól a call is. Pushing! 75! Ó, micsoda tryhard itt. Nem baj, Intero lehozza. Lehozza egyedül, figyeld. God a srác. Nem tudom, hogy ez a defuser hogy mehetett le egyébként, mert egy miután álltak is. Ezek közül többen Sighton. Easiest strat in the world. Fele ilyen jól kasztolnék, az biztos. Fele ilyen jól játszanék, mint Intero, nézd rá, hát ezt le fogja hozni.
Mixer egyáltalán nem huntolja. Hallway, main hall lit, main hall lit. Middle he's main stairs. Downstairs. Oh no, he got me! Mi van a hangjával? Nem, neki van a pohár ízet. One shot, literally one health. Emzu az ilyen Robsoani. Nem tudom egyébként, de tényleg ilyen szokott lenni a hangja néha. Egyébként érdekes módon online kasznál, vagyis nem online kasznál, hanem amikor online Pro League megy. A Katowice-i kasznál, akkor nem tűnik ilyennek, de pont ezt jegyeztem meg Invitation-on is, meg ezt beszéltük egy csomót, ott is, mint hogyha a hangja berekedt volna még sokkal jobban saját magához képest is. Sokat kiabált. Nagyon beleélte magát a kasztba. Nekem nem ettől ment el a hangom, hanem csak simán attól, mert nyáron meg lehet fázni, kedvenc dolgom. Egyébként. Igen, egyébként írták chatbe, nekünk nem is tűnt fel, hogy Rams ugye Blackbeard-et játszott, amit egyébként kibannoltak, szóval... Ajaj... Aha, ugyebár. Ah. Az öreg Kickstar. Orbit GG, let's go. Kickstar, you gotta do this, Kickstar, you gotta do this. No, I don't wanna do this. Itt kiszokó, pózol a kamerának meg. Azt nem mondd, hogy timeout van, vagy megint technikai szám. Nem, Kizoku átveszi. Ja. Az jó. Csak debütál. Debütál a játék első major játékosa. Itt a Caster Show meccsen, ugyebár Kickstar sem jutatott el a majorig, de ő még az Invitational-ig sem. Ellentétben Kizoku valaki már játszhatott itt a majoron. Így van. Utána az csak ez minimum elvárás, hogy szétalázza a mezőnyt. Ez lesz a hetedik órája a Rainbow Six-ben. Nem, amúgy a 9, hogy van? Ez már a 10. lesz, mert 6 volt még otthon. A következő 3-ot meg itt játszotta le az MIBR ellen. Besületére legyen mondva, hogy egyel több kije volt, mint a hány órája ott a színpadon. Úgy tapsoljál, csak azért, meglátjuk, mert a kamera ide jött. Igen, igen, ne érezd meg a kínosan. Tényleg, nem cringe az egész. Nem egy... Mi van Marcio-val? Bocsánatot kérek. Vagy nem mondtál Marcio-t? Nem. Na jó, akkor csak simán süket vagyok. Előfordul. Kinek az akján van a japán úriember? Emzu adta át neki a helyét, nem? Megértem. Ajaj. Nem, az ott van mellette. Akkor aki bal szélen ült eddig, a japán srác volt Okaya. Igen, Okayama. Igen, Okayama, pardon, igen. Most úgy érzek, mintha ismerném a japán kasztereket. Kínos csend. Tégy úgy. Na de miért nem őt? Most nem érdekel Flynn, elég volt már. Nézzük Kizokut. Hoppá, ott a spawn pikerino. Stalks. He was trying to contest it, I'm just trying to like sneak up on him. Fuck! Ennyike. Azt mondja, az úri ember. Fuck! Ilyet éli vadásban. Nem hiszem el. Hát, ilyet még Fabian sem mondott, de majdnem. Cilinderes volt az is. Kíváncsi lennék, hogyha lenne ilyen néha, hogy egy-egy meccsenként egyszer 30 másodpercet bekapcsolják a játékosok hangját is. Mérkőzésen, színpadon, akkor mondjuk egy G2-ban nihangoznál Fabiantól játék közben. Ott is előadja ezt a sajátos stílusát, vagy ott megpróbál rendesen viselkedni. Hát ez még ennél is durvább lenne, én azt mondom. Kickstar. Új, de lehet Reinhardt. Rá ne nédeljél már a Clash-re. Miért? Tényleg nem értem, hogy miért nem stratruletteznek. Miért ez a nagy Reinhardt megy? Egyszer ilyet is lássuk nem. Soha. Most bizonyítják be, hogy... Nem igaz a mondás, hogy ők nem tudnak játszani. De nem szóltak nekik, hogy ez még nem az elődöntő. Nem, az egy picit odébb van. Dox! Ó! Oh, mit pakol rá? Rem. Z. Igen. Jaj, az E betűt is mondani kell? Megesik. Mondjuk. Elemző úriember. Egyébként ez az első nagy eseménye, szóval azért nem nagyon ismerem. De hát ott pakolgatja a duplákat. Ritkán lőne nagyokat. Meg. Lövi a hajadat.
és akkor cilinderes maradtam. Na, ott a Fuse-zal, Emzo. Kicsit sem Silver ez a Fuse Shield. Viszont Flynn megöli. Az ellenfélnek a moziát, na, Valley, oh, bikini buddy, here we go! No way, Valley, hatalmas play! Hát igen, a client side mint holttest, az igazából semmi gond. Igen, Valley pedig megünnepli magát a helyet, hogy megpróbálja lehozni a kört. Flynnnek szétizzadja magát, komolyan, lassan kellemesen érzem magam. Ugye az egész show match nem lenne kellemetlen. Jöjjöjj. Ádám, szerinted te tudsz ilyet? Várjál, hogy így van? Kicsit hullámzik így a kezem, nem kéne elméletileg. Hát igen, valahogy egyenes. Sokáig gyakorolni kell. Egyenesen kell tartsák közben valahogy a kezüket, hogy ne tudjon élni hullámzónak a mozgás. Easy. Srácok, gyakorolni. Gyakorlás teszi a mestert és a japán táncot. Jaj, szegény Kizoku. Ne sírjál. Ez még a Norának lehetősége tovább vergődni a csoportkörnél. Milyen toxik vagyok, ez a show match a legrosszabbat hozza ki belőlem. Belőle legalább kihoz valamit. Uffi, uff. Látjuk a sok ripnét, és igen, ahogy Valley megalázza Remzet. Itt mindig prémium a content, hogy egy nagy embert idézzek. Na, Stokes a meggyerkör után már kezdi is a gépelést. Sőt, ezt nem is nyerték meg, ezt bukta. Szóval Toshitz. 4-1 a Team Kicksnek. Ő írta be talán, igen, a chatbe, hogy az igazi meccs majd itt a chatben fog történni, úgyhogy azért hű volt a saját szavaihoz, ahogy látom. Nem semmi, Flynn. Ó, hát igen. How Kickstar really plays Rainbow Six. Flynn pedig, hát ez direkt volt, ide láttam. Nem tudom olyan, hogy fogja megölni magát azzal a lángvágóval. Na, Kizoku reseteli. Enénéd. Flashbanget hozzávágnék csak azért is. Ó, hát micsoda playek. Oké, ja, hogy... Igen, ez nem tudom, hogy, a... hogy akadt be. Még mindig Bétel Okayama Uplay név, de hát végül Kizoku csak kivégezte Flynnt. Igen, igen. Az milyen kicsi egérpad? Ez NMB Sensitivity Kizokunál? Hello! Hát nem véletlenül akadt be neki 4 kill is MIBR ellen, mert előttél már annyit MIBR ellen. Azért hát, nem, mert túl nem. Nagy egérpadon játszol, látod? Igen, és csak 40 centi egy 180 fordulat. Na! Szépen vagyunk. Azt mondja, leugorjak! Ne ugorjon! Azért nem kellett volna még ugorni, hallottad, hogy törik az ablakon, hogy lehet ki akartak ért, hogy ők ugrani. Begyűjtsék az injured, és aztán Kizoku remek ugrott volna csapdázni ezzel. Hát... Na hát, többen nézik már is, mint a tegnapi TSMG2-t helyszínen. Meg igazából az összes meccset. Tegnap eléggé foghíjas volt a történet. Nézd meg, ki ez az Observer ilyen igénytelenül rihasztani, hogy nincsenek bannok állítva. Hát... Látod. Lennék az az egérpad, amin Kizoku játszik. Nézd meg, behozza a Nitro-t Pulse-zal, pedig az milyen vicces volt, amikor a kameramen csinálta azt. Gyönyörű Kickstarter-tól. Hatalmas megmozdulások. Utána egyből el is hamvasztotta Emzo. Itt a TK megint csak. És hát... Bum. Kizoku úgy döntött. De ezt Emzo nézetéből, hello! Az úgy vicces. Na. Blue nagyon örül, nagyon örül. Hát látod, végre hoztak egy kört ők is. És 5 körig megy, atta jó isten.
Na, hát akkor hát egy... ötkörös ISL mérkőzéseket is nagyjából a kanálon lehetett utoljára látni, meg utána még egy kis ideig. Jó asszó, jó asszó. Na, ki lehet dobni azon a kanarácsokon? Egyébként, képzeld, láttam az egyik Facebookos R6-os csoportban múltkor, hogy arra a rácsos ablakra amelyikből nem vagy kibannolva, meg én se abból? Igen. Amelyikből mind a ketten ki vagyunk téve, mert véletlenül nem azt írtuk, hogy hello, sziasztok, valaki R6 kérdőjel, platform PC, 62-es vagyok, lövöm a Gold 2, de most Copper 3. Na persze, még ezt se tudod platformot. De mindig odaírják, hogy PC, meg izé, leginkább azt írják, hogy PS, mert elvileg abból van a legtöbb playa Magyarországon, de ez nem biztos, csak annó valamikor még úgy volt. De hát azóta én is átjöttem, és hát igen. Ezzel sok embert összönöztem arra, hogy kilépjenek. Na hát én meg mindhárom platformon játszottam már, sőt egyébként azt hiszem meg is van, szóval ezt übereld. Hát ezt nem fogom. Na szóval azt láttam az Xbox sportban, hogy az a rácsozott ablak, amit most látunk, valamelyik kezdő kapkan úriember azt látta el csapdákkal, hogy esetleg ott ugrana be az adott támadó játékos. Hát most is esett az ötet az IQ-m, hogy ezt elmondtad. Hát elég égő. Na hát ez van, free weekend playereket szeretni kell. Az a baj, hogy sokan nem free weekenden is jönnek. Intero hát, csinálja, amit olyan legjobban csinál. Rams. A Legionnel mellette itt van Valley, úristen. A Blue lelövi. Flynn és Kizoku. Ó, oh, Kizoku lelövi az ellenfél MIBR coachot, akinek mi a neve? Gili? Vagy az a másik coach? Nem, a Gili az a brazil coach, ő aki most integetett. Ő a coach, igen. Nem, ő a Caster, hát, MIBR-nél. Aki mögöttük áll. Igen. De, igen. Igen. Ő a Gili. De igen. Ezt a Gizu valamit, ezt hogy kell mondani, aki a Caster? Igen. Ja, értem. Igen? Így kell ejteni? Jó, jó, oké. Hú, de izzadok. Jó, jó Isten. Hát forrósodik a szituáció, itt 4-5-re feljön az Intero csapat. Kickszék ellen. Guizau, mondjuk. Sajnos a Wikipédia még nem olyan fejlett, mint a Wikipédia, hogy legyen egy ilyen kis hangsáv is a játékos neve alatt, hogy hogyan kell ejteni. Jó, majd mindig, ha ki akarom mondani, akkor mondom, hogy Eden Bibon, mint a Brazili Aro-nál. Így kell mondani amúgy? Brazili Aro. Akkor jól mondtam. Életemben először kimondtam streamben, valaki klippelje le és küldje el nekem DM-ben. Köszönöm szépen. Intero pakolgatott. Ó, de easy. Ó, de easy. Csak nézzük el, hogy kapjál charmot? Igen, de össze kell kötnöd a Ubisoft és a Twitch fiókodat. Fel kell találni charm, és megtalálsz minden infót. Na? Sikerül? El lehet helyezni valahol azt a bulletproof kamerát el. Ahogy látom. Red Dot Frost. Let's go. Jó. Ó, milyen rég láttam ilyen Frost csapdát, ami nem elit. Mindenki azt tolja, elit. Igen, Frost. Jó kis pay to lose Frost. Megveszitek az elitet a gadgetre, hogy háromszörűen feltűnő legyen. Jobban de is jobban ki is emelkedjen. Hát az biztos. Egy éve ilyenkor jött egyébként. Egy éve ilyenkor mutatták be a párizsi majoron. Igen, és elméletileg most is fognak talán még új elitet bemutatni szóval mellett is. Igen. Bár ez szigorúan bizalmas információ, úgyhogy úgy kezeljétek. Nem, csak mondtam, hogy nem. Tehát, hogy nem azt mondtam, hogy melyiket, hanem, hogy melyiket nem. Hát, persze, az is bizalmas, hogy melyiket nem mondanak, hogy következtethetnek. Tudod, lecsökken a 20-ra a lehetséges találatok. Érted? Aha. Száma. Igen. Júj, de cukik ott. Ezek mi is lehetnénk, Edenbi. Jobb alsó sorokban. Már nem Kizoku meg Enzo. A Fanatic sapkád már lehet meg lesz hozzá, úgy gondolom. Hoppá! Flynn-ben megyett Ryan. Doktor úr. Mennyi? Eat my... Cilinder. Cilinder.
Emzo. Másod hullám elkapta Emzót is. Hogy lett ilyen könnyű egy játék? Miért nincsenek elit uniformok per MVP-k? Miért nincsenek? Itt vannak, itt van a hibana is. What? De... What? Ilyen ask me anything chat megy most, és a felét nem értem. Na, Rams próbálkozik, de Kickstar 1v4-ben ilyen még úgyse volt. Hú, de megy a tryhard, Gibi Gubi Iron Sight-os dolgokkal, ennyi intero! Hát a Kickstar... Kivégzi Kickstart. Történetnek felhozza 4-4-re Team Intero. És overtime lesz, hiszitek vagy sem. Viszont elméletileg lassan végez közelít az overtime, mert 3 perc múlvára van írva a mai nap első komoly mérkőzése. Nyilván az Empire és a Secret fog egymással találkozni. Nézzük meg még egyszer a round replay-eket. Flinttől egy nem éppen sikeres próbálkozás résem volt a Dozil Caster, hiába lőtte fel magát 140 HP-ra az öreg Finn. Az viszont egy nagy lövés volt itt Interrótól. És aztán Kickstart egyik legjobb személyes barátját és Caster kollégáját is kivégezte a jó öreg Interró. Közben behalljuk az arénából Canadian égszavát, és frissítenek egyet ismét a kaszterek. Kizoku, mint hogyha azt mutatta volna, hogy timeoutot kér gyorsan. Előkapják megint a telefonokat a jó öreg kaszterek. Mi megy itt Twitteren? Indítanak valami háborút? Jól látom, a Rainbow Six eSports ellen, mint hogyha ezt mutatták volna egy pillanatra. Nézd meg, Ádám, content 2019-ben azt kommentáljuk, ahogyan más kommentátorok élőadásban nyomkodják a telefonjukat. Hát látod, mert majdnem olyan szintű magasfokú content, mint a Playing Uno with Uno a G2 YouTube csatornáján. Not bad. Lassacskán elérkezünk oda, hogy gaming itzan videókra fogok reagálni. Ja. Visszanéztem a régi videóimat, ilyen általános vlog téma, amikor már is semmi témád nincs. Ja, így már teljesen kiégtél, és már az összes erős paprika challenge-et, meg két liter tej dolgot feltetted a netre, akkor jön az, hogy úristen, de égő voltam 2 éve. Reakció videó önmagadra. És aztán egyébként azt feltöltöd. Egy fun fact, hogy 1 perc múlvára van írva az Empire Secret mérkőzés. És kereken most kéne kezdődjön. Bánatos vagyok, maradjunk ennyiben. De ők talán még nem az oroszok, meg még csak nem is a britek, akik részt fognak venni azon a meccsen. I got you guys covered. So I was just informed by you know, our production that because you know, we had a few restarts here, the best way to settle this is through a good old fashioned battle of rock, paper, scissors. That is going to determine who wins the Caster Show match? So, let's welcome Kix and Intero to the stage. Uh-huh. Right now to settle the score. All this could have been... Ahogyan ugye mondta Ádám is, hogy elfogyott az idő, ezért most itt véget kell vetni a Caster Show matchnek egy jó öreg kőpapírollóval. Úgyhogy Intero vs Kix R6 után megmérkőzik kőpapírollóban is. Gentlemen, all right. So have you guys been informed of the situation and the rules? Okay, so I was told that we were going to do a best of three rock, paper, scissors. Now this is very important because everyone has a way of which that they do rock, paper, scissors. Are we going to do rock, paper, scissors, shoot? Or rock, paper, scissors, and then at the end of scissors you go? Which one do you guys want to do? So 1, 2, 3, shoot. 1, 2, 3, shoot. Good?
Yeah, and then shoot. Rock, paper, scissors, shoot. All right, so you guys, I think it'd actually be really great if you guys helped me out in the crowd. Are we down with that? Yeah? All right, let's have some fun. Let's have some fun. So I'm gonna count it down. I'm gonna say one, two, three, and then you guys go and you guys follow their lead. You got that? You got that? Okay, good. You guys are professionals. I think you got it. All right, here we go. For all the marbles. Actually, it's gonna be a best of three for all the marbles. So here we go, folks. One, two, three. Oh, go again, go again. One, two, three. Go again, go again. Quick, quick, quick. All right, 1-0 in Terra, 1-0 in Terra. Oh, Kicks is crushed. All right, let's establish it real quick. All right, here we go. All right, guys, come on. We can get a little louder than that as well. I need everyone to participate. All right, here we go. One, two, three. Oh, again. Wait. I know, wait for me to count down. All right. Sorry. One, two, three. Oh! What is going on? Oh! Oh my word! All right, all right. Let's do this. I'm feeling the tension up here. This is. All right, here we go. Here we go. All right, crowd. Everyone, let's get loud. One, two, three. Again. One, two, three. Oh, and Kicks is your winner! Wow! Brotherly love. Real quick, what a hard-fought game. Any words for Kickstar, your partner in crime? It wouldn't be Pro League without rehosts, so we felt the real experience. But I just like that I got to kill Flynn at least once. That's all that matters to me. In the end, it is the small victories that count. Kicks, you're the winner in what can only be described as one of the most dramatic rock, paper, scissors games I've ever been a part of in my life. Any words for your opponents and for the people here in North Carolina? It's a weird match with all the rehosts, and honestly, I'm just happy I got to see Canal before it gets reworked. There you go. All right, guys, give it up one more time for your talent team. Team Kicks is your winner. Big thank you to our casters as well. Everyone kicking butt out there. But now we're going to go to a quick break. When we come back, it's time to start the semifinals. We'll see you on the other side.